November 3-án írta ki a tendert a Kalocsa és Paks térségében tervezett új Dunahídra a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. Az ajánlattételi határidő december 17-e. A tenderkiírás részletezi a feladatokat, meghatározza a hídnak a helyét, méretét, meghatározza a szükséges környezetvédelmi feladatokat is hozzá. Én azt gondolom, hogy ettől kezdve komoly a feladat, hogy ez a magáról a hídról szól, meg a hozzá kapcsolódó közúti fejlesztésekről. A tervek szerint Dunaszentgyörgy alatt csatlakozik a hídról levezető út a hatos útba, a Gerjeni autópálya csomópontnál az M6-osra. Így közlekedési folyosó nyílik a Kalocsa felől érkezőknek Budapest, illetve Pécs felé. Közvetlen a Dunaparton Gerjen atomerőmű között ott tervezve egy 4 méter széles út, aminek az engedélyezési tervezésénél tartott, hogy ez az út se fog készülni, csak akkor 6 méter széles útként. Ez biztosítja a Kalocsa felől érkezők számára a közvetlen bejárást az atomerőműbe, tájékoztatott Süli János polgármester, aki azt is elmondta, hogy vasúti pálya a tendertervben nem szerepel, mivel az új uniós szabályok szerint nem haladhat át a hídon. A kormány szándék az volt, hogy mindenféleképpen 100 évre kiható hatása van, hogy a vasúti híd is meg fog valósulni. Annak azt gondolom, hogy van még idő dönteni, de ha már a közút elkezdődött, akkor szerintem a következő lépcsőként mindenféleképp van esély, hogy a vasút. Nekünk ugye ahhoz fűződne jóval nagyobb érdekű, mert a Dunapartunkat föl lehetne szabadítani a vasút alól, még azon még lobbizunk, hogy legyen vasúti híd is. A tenderterv szerint a hídszerkezet hossza 1060 méter, a falszerkezet teljes szélessége 17,15 méter az Ártéri hídnál és 23,8 méter a Meder hídnál. A támaszok száma 12 darab, a legnagyobb nyílás pedig 220 méter. Paks polgármestere szerint 2018-19-re elkészülhet az új Dunahíd.